Ja, Latya tokoztatta. Ott. Még nektek nem is mutattam. Na, de tulajdonképpen ugye amiért én bejelentkeztem, az nem más, mint hogy én kaptam egy e-mailt. A partner cégemtől, akit úgy hívnak, hogy Fullscreen. Amiben az állt, hogy csináljak vlogmaszt, vagyis vlogmasz. Igen, mi is az a vlogmasz? Tulajdonképpen azt mondja, hogy próbáljunk meg ebben a hónapban minden nap videót csinálni. Na most ezt ott buktam el, hogy másodika van. Viszont attól függetlenül én még megpróbálhatom, hogy a maradék 30 napban csinálok videót folyamatosan. Ugye annó én csináltam ezt a napi vlog témát, na most ez azért eléggé necces lesz, mert hogy mostanában nem olyan mozgalmasak a napjaim. Jobbára itt vagyok a gép előtt, és dolgozok a gameplay csatornámon, illetve azon kívül még ugye grafikai munkákat csinálok, egyelőre még csak legfőképpen saját célra. Meg hát amúgy is hideg van kint, mit csináljunk kint? Legyünk itt bent? Na nem, azért annyira nincsen hideg, lehetne szerintem simán sétálgatni kint, de mindegy is. Szóval, vlogmas, vagy masz, hogyan kell azt ejteni amúgy? Szóval, hogy próbáljunk meg minden nap videót gyártani. Ezt, ha egy kicsit magyarosítani akarnám, akkor talán hívhatnám úgy, hogy vlogcsony. Ugye a vlog és a karácsony, a vlog és az Xmas keveréke, abból lett ugye a vlogmas, ebből lett ugye a vlogcsony. Mondjuk mi az, hogy vlogcsony? Hogy szól az? Vagy hogy hangzik az már? Úgyhogy maradjunk inkább a vlogmasznál. Illetve kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy szeretnétek-e minden nap egy, igaz most inkább csak egy ilyen rövidke kis videóval jelentkeznék, szóval, na még egyszer. Szóval szeretnétek-e, hogy ugyan rövidke videóval, de minden nap bejelentkezzek, és megosszak veletek néhány apró gondolatot, vagy ami éppen a fejemben mutoszkál, vagy megmutassam, amin éppen dolgozok, meg ilyenek. Amúgy is már sokat gondolkoztam azon, hogy sajnálatos módon el lett hanyagolva ez a csatorna, és ez így nincsen rendben, mert hogy valójában ugye azért szeretek vlogolni, és tök jó úgy néha elindítani a kamerát, és akkor csak pofázni arról, ami éppen foglalkoztat, meg egyéb ilyenek. Elmondom nektek, hogy azt a napi vlogos témát, azt élveztem is, csak ugye egy kicsit át kell alakítani majd itt mindent ahhoz, hogy újra csinálhassam, és hogy az szórakoztató legyen, mert most minden nap elindítom a kamerát, sziasztok, elmentem dolgozni, és akkor ott összekalapáltam három ágyat, meg ezért a kutyát nem érdekli, hogy én minden nap bejelentkezek azzal, hogy éppen mennyi ágyat kalapáltam össze. Úgyhogy most, hát nem biztos amúgy, hogy minden nap vlog lesz, nem tudom. Ezt majd ki kell találnom, hogy ezt én egyáltalán hogyan tudom majd kivitelezni, hogyan tudom megoldani. És annyira elkezdtem mondani itt a mondókámat, hogy közben meg így, amik voltak a fejemben, azok így... Tehát fogalmam nincs, hogy mi lett volna a következő, amit éppen akartam volna mondani. De rossz így a fény. Na, így. Így ma határozottan jobb, nem? Nem? De a természetes fénynél nincsen jobb. Erről jut eszembe, amúgy tervben van, hogy softboxokat szerzek be. Ugyanis, ha már egyszer kicsit komolyabban nekifeküdtem a gameplay csatornának is, ami tervek szerint nem csak gameplay lesz, hanem egyben egy ilyen szórakoztató csatorna. Ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve ilyen mindenféle fajta challenge-eket is csinálok, ez a... Mi az a cukorka? Az a... Fúj, de szarize van cukorka challenge, meg nem tudom mi. Egyszer-kétszer azért bevállalnék ilyen műsorszerű dolgokat is, de ugye az a csatorna azért van, hogy ott kipróbáljam magam. Tehát, hogy ott akkor szabadon csinálhatok én gameplayt is.
Senki nem tart vissza benne. Már csak azért sem, mivel arról szól az egész. Úgyhogy ja. És akkor ennek a videónak most így se eleje, se vége, se közepe, se hossza, semmi. Mert hogy így random belekezdtem mindenbe, és akkor csak mondtam, ami jött belőlem. Ja, megvan, amit akartam mondani. Azt észrevehettétek, hogy a csatornának bizony már nem távoli magyar a neve, hanem Aljas Vlog. Na, hát hogy miért? Ennek két oka van. Az egyik oka az az, hogy ugye én hazaköltöztem. Mivel én hazaköltöztem, már nem vagyok távoli, hanem igencsak közeli. Az meg ugye hogy hangzik ma, hogy közeli magyar? Na mindegy is. Amúgy is ez a távoli magyar ugye a vlog sorozatnak volt a neve, és akkor, amikor átneveztem a csatornát, akkor még teljesen mások voltak a kilátások a jövővel kapcsolatban, és így gondoltam, akkor ez tulajdonképpen egy brandelhető név, hát legyen távoli magyar, meg egyedi is, és akkor ez így megmarad az emberekben. Ugye eredetileg Aljas Hubert volt a csatorna neve, és amikor indult, akkor még úgy volt tervezve, mint jelen pillanatban az Aljas Gameplay. Ugye akkor így már mindjárt kiderül, hogy annak a csatornának miért lett az a neve, illetve ez miért lett Aljas Vlog. Mondjuk gondolkoztam rajta, hogy mögé kell tennem nekem azt, hogy vlog. Tulajdonképpen ugye mind a két csatorna esetében a fő névrész az az Aljas. Így marad ez az a rész, ami hát brandelhető. Mert hát nem azt mondják, hogy ott megy az Aljas Vlog, ott megy az Aljas Gameplay. Amúgy az már nem skizofrénia, hogy két különböző néven szólítanak. Na mindegy is. Na, hát innen lett akkor ugye legyen ez a... Ja, mert hogy az meg azt a pláne, hogy a Play IT-n mondogattam, hogy nem tudom eldönteni, hogy Aljas Gameplayként vagyok itt, vagy távoli magyarként. Aljas Gameplayként voltam ott, mert távoli magyarként senkit nem keresett. Na mindegy is. Innen jött az, hogy hát akkor legyen valami közös a két csatornában. Hát a közös az Aljas. Az egyik meg ugye a kategória meghatározása, hogy gameplay, a másiknál meg ugye, hogy vlog. Ide akkor ilyen pofázos videók jönnek. Úgyhogy akkor legyen ez az első decemberi bejelentkezésem, és akkor megpróbáljuk ezt a vlogmas dolgot tartani. Csináljunk belőle challenge-et, és csináljatok ti is vlogmas videót? Mit szóltok hozzá? Hamarosan ismét találkozunk, addig is legyetek jók és szobatiszták. Tadá!